Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József, biztonságpolitikai szakértő, volt katonai attasé, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Hát a helyzet köszöntöm. Fokozódik. Először is és mindenek előtt ön sok évet szolgált Izraelbe, szolgált volt szocialista országokba is. Amikor háború van, akkor az egy külön sztori, hogy mi történik a civil lakossággal, amikor háború van. Mert újabban a háborúk nem itt egy katona, meg itt egy katona, hanem valahol mindig ott van, vagy a katona gyorsan a háta mögé, vagy maga újabban a háborúk a civil lakosságot érintik elsősorban, jobban, mint a katonaság. És őket nyomják előre célpontnak is. Igen. Na mi történik most, hisz nekünk itt nincsen légópincénk, nincsen bunkerünk, vagy és a mai modern... És még egy dolog van, itt nincs háború, és nagyon reméljük, hogy nem is lesz, mert nem úgy néz ki. Ezt szeretném hangosabban mondaná, hisz nézőinket... Tudom, itt pillanatilag nincs háború, és nagyon remélem, hogy belátható időn belül nem lesz, mert az orosz hadsereg képességei sem teszik azt lehetővé, hogy tovább menjen Ukrajnán, és megszerezze azokat az országokat, amelyek régen a Szovjetunióhoz tartoztak. Hát ez az elmúlt mondatok, erő. Kedves Patika tulajdonosok, nem azért voltak, hogy tönkretegyük az önök bevételét, hanem azért, hogy nézőinket megnyugtassuk, hogy igaz forrásból igaz hírt kapjanak, és a depresszió elleni gyógyszerek meg majd adjanak önöknél a polcokon, ha majd szükség lesz rá. És jó tablettát sem kell szedni, függetlenül attól, hogy Romániából ugye hallunk olyan híreket, hogy ott kiosztásra került, vagy legalábbis nagyon felkészültek rá, hogy kioszták, nincs szükség, nem lesz olyan készség, raktárakban állunk is megvan, de az azért nem fog bekövetkezni, hogy itt egy... Akkor lépjünk, mert az idő nagyon röpül. Biden alkalmas arra, hogy kimondja azt, hogy Putyin elnök úr, várom önt, hogy leüljünk? Hát alkalmasnak alkalmas, de nem akarja kimondani. Tehát na de miért nem, Biden... amikor a háborút megelőzhettük volna, hogyha ez a két nagyhatalom vezetője leült volna, és lekártyázták nem volna ült ezt. Le, nem kártyázták le. Most már Oroszország olyan helyzetben van, hogy szeretné, hogyha megegyeznének valamiben, és ez a megegyezés nyilván az Egyesült Államok és Oroszország tehát között. Tehát ez egy létre kéne, kell, hogy az amerikaiak odaállítják. Igen, de most azt mondják hogy... az amerikaiak, hogy hát most nem aktuális ez a téma. Tudni azt akarod ezzel mondani, állnak. Hogy Amerikát nem érdekli, hogy hány tízezer orosz, illetve ukrán katona hal ebbe bele? Hát legyünk őszintén, annyira nem érdekli, de az viszont érdekli, hogy Oroszország katonai képességét, gazdasági lehetőségét meg kell gyengíteni. És jelenleg erről szól a történet. És az nem érdekes, hogy ez mennyi vérbe kerül? Azzal nem foglalkoznak, tehát egy háború esetén nem az a meghatározó. Azt mondja, hogy ez az ukránok is az oroszok. Egy özvegy asszonyt vagy egy árva gyereket nem érdekli, hogy majd előállíthatják a legnagyobb, meg a legkisebb orosz vezetőt is a hágai háborús bűnösök perébe. Ha jól emlékszem, ezt a háborút, mint az oroszok kezdték volna. Tehát ők támadták meg februárban Ukrajnát, és nem fordítva. Igen. Na most, ha megnézzük ezt jogi oldalról, akkor a nemzetközi közösség, és különösen az amerikaiak segítségére mentek Ukrajnának, ami természetes dolog, és ez jogilag is rendben van. Tehát itt nem az amerikaiak támadták meg az oroszokat. Oké, okay, de az oroszok csak akkor tudják abba hagyni, hogyha az oroszok akkor tudják abbahagyni, az amerikaiak a létrát oda teszik a fához, hogy Putyin le tudjon mászni róla. Igen, csak most az amerikaiak pontosan látják, hogy Putyin nagyon szorongatott helyzetben van, belülről szorongatják. Na de honnét tudjuk, hogyha megpucsolják Putyint, hogy a következő nem lesz rosszabb? Tudjuk azt, hogy rosszabb lesz, tehát akkor három változat van, rossz, rosszabb és még rosszabb. Ez a három lehet utána. Tehát örüljünk annak, hogy most egyelőre még Putyin bírja azt a terhelést, ami ráhárul. Oké, okay, akkor jalla, gyerünk félre. Most oda tenni a létrát. Nem teszik még oda a létrát, de nem zárható ki. Tehát az, hogy most itt már vannak tapogatózások jobbról-balról, törökök is próbálnak ebbe beszállni, bár nem egyelőre a béke. Hát a török témába. Elnöknek minden szereplés most jól jön, ugye? A török elnöknek nagyon kell ez, és azért tudjuk azt, hogy márciusban már a törökök javasoltak egy-két ilyen tárgyalást, amíg ugye nem lett semmi, de a gabonaszállítást a törökök megoldották, bár most pont az oroszok akarnak ebből az egészből visszalépni, tehát
nehogy véletlenül azt mondjuk, hogy itt minden rendben van, viszont a törököknek valóban jó lenne egy közvetítési kísérlet, amivel próbálkoznak, hát egyelőre jó. Ennek konkrét eredménye akkor nincs. Akkor menjünk át, a katonai attasé kalapját vegye föl. Valamikor azt hittük, hogy az orosz hadseregnek csiribú-csiribá a legmodernebb fegyverei vannak. Az űrkutatásban olyat alakítottak, amit kevés helyen alakítanak, az amerikaiak, kínaiak, tehát ez egy eléggé zárt klubnak tűnik. Na most, nincs az oroszoknak, vagy még nem akarják elővenni, és nem akarják megmutatni? Az oroszoknak van, de kevés. További képesség arra, hogy még ezek többet... Ezek prototípusok? Igen, vagy? Tehát nincs annyi, hogy ezt tudnák rendszeresíteni, úgyhogy ilyen képességgel csak papírról rendelkeznek. Egyébként eléggé átvágták a Putyin, mert azt mondták, hogy ez van, meg az van, meg amaz van. Hát, hogyha most van egy eszközből 10 darab, akkor azzal még nem lehet háborút nyerni. Ez az egyik oldal. Még hogy egy lehet oldal? Átvágni egy ekkora birodalom első számú emberét, hát aki... olvassa a papírt, ül az asztalnál, olvassa a papírt, és a papírban az van, hogy elnök úr jelentem, minden szép, minden jó, minden rendben van, csapataink törnek előre. Elnök úrnak ki kéne menni az irodából és körülnézni. Nem szokott ő kimenni az irodába, hogyha elmegy, akkor nagyon gyakran előfordul az, hogy a dublőrét küldje, van neki három, ennek, tehát ennek lehet válogatni. Ennek köszönhető az, hogy egyre másra cseréli le a vezetőbeosztású. Igen, ennek köszönhető, hogy cserélik le, illetve hát azokra az emberekre hallgat, mint a Sojgu például, vagy a vezérkari. De ő már régen a porondon neki. Van különböző beosztásokban. Hát attól függetlenül csak ezekre hallgat, és tart attól, hogy nehogy legyen egy pucs, kialakuljon egy pucs a hadseregen belül, aminek az lenne a célja, hogy a Putyin hatalmát megdöntsék, vagy az FSB-n, a titkosszolgálaton belül nehogy kialakuljon egy olyan kis mag, amely úgy dönt, hogy a Putyin félreállítja. Tehát ez is benne van. Nagyon, nagyon kényes most jelenleg a Putyin helyzete. Na most ebben a helyzetben valahogy érthető, hogy az amerikai vezetés nem akar engedményeket tenni. Azt mondja, följetek csak a saját levetekbe, próbáljátok a gazdaságot úgy lerobbantani, hogy a hadiparra fordítottak egy akkor tessék most pénzt. Fölvenni az emberszabásuk alapját, nem a katonai atasét. Ebben az időben emberek ezrei halnak meg. Az oroszok lakótelepeket lőnek, igen. Infrastruktúrákat. Igaz, hogy a lakótelepeken a házak mögött az egyelőre ukrán vannak. Tankok vannak ott, és ezt a sztorit mi ismerjük már a palesztinoktól, mindketten. Tehát az az objektív, amit attól függ, hogy hol állok a kamerának, melyik oldalán, nem kár ezért az emberekért. Mind a két oldalon. Borzalmas nagy kár, minden ember életét kár, természetesen. Aki egy ember életét megmenti a Talmud szerint, az egy világot menti meg. Akkor én értem, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy följenek meg a saját levükbe, de gazdasági világválság van, energiaválság van. Nekik nem, amerikaiak nagyon jó keresnek, például a hadipari üzleteken nagyon jó keresnek, energián azt mondják, hogy majd mi eladjuk az LNG-t. Egész addig, amíg az OPEC nem egy fájtot mutatott nekik. Hát majd az OPEC-et megpróbálják egy kicsit lenyomni, és próbálják a Szaúd-Arábiai vezetést kézbe tartani. Okay. Mert azt mondják, hogy kedves szaúdi barátaink, ezt meg azt a fegyvert, amiben úgy egyébként megegyeztük, nem kapjátok meg. Ez annyit jelent, hogy bármikor megteheti Irán és társai, amit korábban megtettek Szaúd-Arábiával, ha nem lesznek ott a védelmi fegyverek, amikkel meg lehet védeni az olajfinomítót. Ezt várja Irán egyébként, hogy ne támogassák Szaúd-Arábiát az amerikaiak. És mindez azért Amerika, mert az OPEC nem teljesítette az... Ebben benne van a gáz, és a gáz, illetve az energia, az most már nyugodtan mondhatjuk, hát ez egy az, nagy gáz. 1970 óta, tehát a öbölháborúk óta fegyver. Ezt ugyanúgy fegyverként használják, és talán jóval nagyobb hatása van, mint azoknak a tűzfegyvereknek, amelyeket a fronton használnak. Akkor úgy tűnik, hogy a trónörökösnek nem sikerül Biden szívébe hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem aztán, hogy ma hogy alakul, ezt meglátjuk, mert azért ezeket a kapcsolatokat lehet alakítani. Tehát félidős az amerikaiaknak is van adó. Félidős választások vannak Amerikában. Mennyire befolyásolhatja ez Biden döntéseit a létreoda támasztásával? Magyarországon van egy olyan gondolat, hogy félidős választások jelentős eredményt, vagy jelentős változáshoznak nem fognak hozni. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban ugye két évenként van kongresszus, illetve képviselőházi választás.
nem elnök választás. Tehát az elnököt decemberben is úgy fogják hívni, hogy Joe Biden. És az ő politikája érvényesül legfeljebb, amennyiben a pártja, a demokrata párt veszít valamelyik házban, vagy nagyobb veszteséggel rendelkezik, akkor jó pár javaslatot, amit az elnök megtesz, azt nem tudják kivitelezni. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azért az elnöknek hatalmas jogköre van, tehát azért tökéletesen bénakacsává nem lehet tenni. Az volt elnök, az ex-elnök Trump körül eléggé habzanak az események. Hát őrülete nem megy börtönbe. Lehet, hogy ezzel tulajdonképpen a politikai karrierjének és a comebacknek az esélye lehet, mert itt arról van szó, hogy titkos anyagokat elvitte lakására, többet leszámolták, lefoglalták, megnézik, hogy ezek konkrétan még. Volt és már ilyen az amerikai történelemben? Titkos anyagok, nem hallottam, hogy lett volna ilyen. A Watergate-ben sem volt? Hát volt egy-két papír, de hogy volt egy minősített anyag, én ezt nem tudom megmondani, de ebből viszont lehet nyugodtan egy pert indítani, és nem biztos, hogy... Van-e különbség, hogy ő az eredetit vitte azzal, vagy másolatot? De hát az agyában úgy is ott teljesen volt. Teljesen mindegy, hogy most eredeti vagy másolat, de hát nem. Tehát emlékezni fejből emlékezhet, de a papírt esek eredetit azért el szokták tenni, tehát inkább az másolat, mert azért itt innét tudták, hogy mi járzik. Meg kell őrizni dolgokat, tehát van, ami elő van írva, hogy félre kell rakni, és le kell rakni irattárokba, de attól le lehet másolni, mert nekem most épp egy másolatra van szükség, és gondolom az elnök azt mondja, hogy ezt meg ezt másoljátok, nem, mert én még ezt majd el akarom olvasni, akkor nem fogják azt mondani, hogy nem. Értem, de mégis általában a volt miniszterelnököket, elnököket és egy zárt kört azután is képbe tartanak, hogyha már nem ebbe a posztba vannak, megkapják a leveleket, a másolatokat. Az biztos, és azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a minősített anyagokkal való visszaélés komoly bűncselekmények számít az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát ezt azért megfelelő büntetésben részesítik, aki ezeket a szabályokat megsérti, és ebben a szempontból, vagy ebben a vonatkozásban nincs különbség, hogy elnök az illető, vagy éppen nem elnök. Új szempontokat ismerhettünk meg. Vendégünk volt dr. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt, katonai attasé. Visszavárunk a hét folyamán. Köszönjük, hogy itt voltál. És már is következik felvételről Bata András, a Magyar Zeneházának a rektora, vezetője a beszélgetést. A korábbi hajnalon már rögzítettük. Nézzük együtt.